Rende, van még benne lámpa, nincsen, hogy nagyon világosság legyen. De én mindent bent összesz szar. Bocsánat. Hát, meg kell egy kicsit az enyém is üzenet, de azért az enyém próbáljon valamit bent kap. A seggére aztán megy kifele. Ő így nem csinálja. Azért jöttem, hogy jó egészséget kívánjak, és üzenetet hoztam az Attilától. A kezedbe tartod a DVD-t, majd megnézitek, írtok neki választ, de most mit kívántok neki? Hát sok egészséget, az a legfontosabb. És minél hamarabb ő is jöjjön ide. Mert ugye egyszer én már voltam itt, de a DVD-t nem hoztam el. Ígértem, hogy jövök, de ide mentem, oda mentem, sok ismerős. Látod, más elsőjén voltam itt, ma a 16-a. Örülök, hogy láttalak benneteket. Szeretlek. Mondjad, hogy szeretjük őket, erőt, egészséget. Legyenek jó, nem tudtam, mert az a legfontosabb, az erő, az egészség. Neked is viszont kívánok. Hát éppen mondom a fiúnak, olyan vagyok, mint annyi baja volt, hogy telefonáltam a vérnyomásom van, vagy mi. Minek? Hát beszéljen. De nem halljuk, nem hallják a zsebőt. Elég ennyi, jöjjenek minél hamarabb. A Izzi az év az hol lakik? Melyik év? Az unokatestvére, vagy ki az a... Aha, igen, Nagy Évi, Klimkó Évi. Már... Nem Klimkó Évi, Rizskó? Rizskó, hát a férje után Rizskó, de hát ő Nagy Évi. Az hol lakik? Nem tudom, azt Krisztián tudnám megmondani. Vártam a Krisztiánt, nem jött el. Sajnálom. Rizskó Évi, nem tudom, hol lakik, mi nálunk sose volt. Attilát rég láttad, ugye? Attilát persze, hogy rég láttam. Kíváncsi vagy rá? Hát kíváncsi vagyok persze, hogy hogy néz ki meg. Mi van vele ott, ahogy van. Úgy volt állandóan ígérte, ígérgette, telefonált, hogy már jövök, aztán nem jött, azt ne, ez nem alakult ki neki, vagy úgy. Hát akkor biztassad őt, hát most a lábával. A lábával valami baj van, halom eltörte a lábát megint. Hát, vártuk őt, tehát ha már rég nem volt ő itt. Én katonaságban voltam, ő volt akkor itt, tehát az apja temetésében. Én katonaságban voltam, akkor nem láttam őt. Én kicsi voltam, iskolába jártam, amikor ő itt volt. Hát nekünk előbb a tetőt kéne, mert ez beázott, és látott, már kíváncsi vagyok rá. Mit mondjak ezen kívül neki? Hát üdvözlöm, mert gyógyuljon hamarabb meg, aztán ne betegeskedjen. Mert egészség legyen neki. És már egybe kívánjuk neki kellemes ünnepet. Na igen, mert már jönnek az ünnepek, kellemes karácsonyi ünnepeket. Szokott írni levelet is küldeni, meg ilyen most már képes lapot se küld, se semmit. Tehát... Hát biztos majd telefonál. Hát már igen, mostanában már ritkán, de telefonál legalább. Krisztián most merre van? Vagy dolgozik, vagy ott. De szokott, azóta volt már itt? Tegnap óta. Tegnap óta Krisztián a haverjával, akivel dolgozik. Elmentek, hát ennyi vagy, 8 óra lehetett, amikor elmentek.